Tiltakoznak a bírák, szakmai döntést akarnak, átalakítaná a kormány a közigazgatási bíráskodást. Jó minőségű borok készülhetnek az idei termésből, megkezdték a szüretet a borászok. Több mint 100 koncert az új évadban, külföldre is megy a Pannonfilharmonikusok. Jubilál a Janus Egyetemi Színház, bemutatókkal, kiállítással, könyvben ünnepel a 20 éves társulat. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Miért akarja átalakítani a kormányzat a munkaügyi és közigazgatási bíróságok rendszerét, mikor szakmailag ezt semmi nem indokolja, kérdezik a hazai, köztük a pécsi bírák is. Szerintük hatékonyan és eredményesen működött a struktúra. A kormány elképzelése szerint 2018-ra külön választanák a közigazgatási bíróságokat, ahová az államapparátusból kerülhetnének be a közigazgatási dolgozók. Így ők dönthetnének például választási ügyekben, ami a politikai befolyás megjelenését szolgálhatja, véli az ellenzéki oldal a bíráktól függetlenül. Értetlenül állnak a hazai bírák a kormányzat legújabb elképzelései előtt. Szétválasztanák a munkaügyi és a közigazgatási bíróságokat, illetve önálló szervezeti felépítésben működnének a közigazgatási bíróságok. Ezt tartalmazza a parlament előtt lévő törvényjavaslat. Nem lenne gyorsabb a változtatás után az ügyek befejezése, mint ahogy a törvényalkotó feltételezi. Az ügyfeleket pedig hátrány érné. A bírósághoz fordulás joga is sérül. Nyilvánvaló, hogyha valakinek mondjuk most Zala megyéből egy sima kerítés áthelyezéses ügybe el kell mennie a győri közigazgatási és közigazgatási bíróságra, amelyet a javaslat tartalmaz, akkor ez nehézségbe fog ütközni, és nem valószínű, hogy a minél gyorsabb ítélkezést szolgálná. Aggódnak a kollégáikért is. Hátrányosan érinti a bírák helyzetét a szervezeti átalakítása a Dél-Dunántúlon, mondja az elnök. Nem tudjuk, hogy mi lesz a szekszárdi, illetőleg a kaposvári közigazgatási és munkaügyi bíró kollégáinkkal, hiszen nekik azért egy jó órás utazás lenne az, hogy a pécsi közigazgatási bíróságon elhelyezkedjenek, márpedig a javaslatban nem szerepel az, hogy ezeken a helyeken legalább törvénykezési helyek lennének. 3 évvel ezelőtt vonták össze a munkaügyi és közigazgatási bíróságokat. Az a szakmaiság, ami benne volt a két ügyszakban, az egyesült egy szervezetbe, és a két szakbíróság 13 január 1-től azt gondolom, hogy nagyon pozitív eredményekkel és hatékonyan tudott működni egészen a mai napig. Tehát egy alig 3 éves múltra visszatekintő szervezetet újból megreformálni, hát ezt most igazából én azt gondolom, hogy a szakma, mondhatom azt, hogy nem igazán érti. Azt sem értik, mi lesz a munkaügyi bíróságokkal, ezt nem részletezi a tervezet. A törvénytervezetben nem igazán látszik az, hogy például mi történik a munkaügyi szakággal, mert azért mondjuk meg azt is, hogy ugye két szakbíróság volt eddig egy szervezeten belül, ehhez képest ugye a közigazgatási szakrészt valamilyen szinten ez a törvény ugye hát szabályozza, bár itt is vannak azt gondolom számunkra kicsit hiányos elemei a tervezetnek, de a munkaügyi szakák tevékenységéről semmilyen formában nem esik szó. 7 önálló regionális közigazgatási bíróság és egy ezekhez tartozó felső bíróság felállítását javasolják a törvénytervezetben. A felső bíróság elnökét kinevezik, akinek nem kell bírói és vezetői gyakorlattal rendelkezni. A bíráknak sem, a közigazgatásból, vagyis az államapparátusból kerülhetnének át. 2018. január 1-től működne az új bírósági szervezet. Itt dönthetnek majd a képviselőválasztásokkal kapcsolatos jogi ügyekben. A hírek szerint a versenyjogi, a médiahatóság döntései elleni, illetve a gyülekezési joggal kapcsolatos perek, valamint az olyan kiemelt gazdasági ügyek szintén ide kerülnek majd, amelyeknek van politikai érintettsége. Nagyjából 2000 olyan diák tanul és étkezik Pécsett, akiknek nem a városban van a lakóhelyük, vagy naponta ingáznak a város vonzás körzetéből, vagy kollégiumban laknak. A más településekről járó gyermekek után a lakóhelyük szerinti önkormányzatoktól az őket fogadó városok kérhetik az étkezési nyersanyag normán felüli bekerülési költség összegét, megfizetését.
2014 első fél évében például a nem pécsi diákok után fizetendő összeg 62 millió forint volt, ám ebből mindössze 3 millió forintot fizettek be a települési önkormányzatok. A települések többsége elzárkózik a fizetés elől arra hivatkozva, hogy a hozzájárulás kérése csak lehetőség az önkormányzat részéről, a fizetés nem kötelező. Ebből adódóan a behajtásra nincs mód, ezért a pécsi önkormányzat szerint indokolt lenne a jogszabály módosítása. 800 új óvodai férőhelyet alakíthatnak ki 2017 őszére, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kincstárért felelős helyettes államtitkára. Bercik Ábel tájékoztatása szerint több mint 30 helyi önkormányzat pályázott a férőhely bővítésre, ezek közül 19-nek ítéltek meg támogatást. Statisztikai adatok alapján vizsgálták meg, mely településeken van valóban hiány, ezek alapján osztották szét a keretet. Az elnyert pénzt többféleképpen is fel lehet használni, létesíthetnek újabb csoportszobákat, vagy az akadálymentesítés is szóba kerülhet. A lényeg, hogy a fejlesztés után több gyermek elhelyezésére legyen mód az óvodákban. Elkezdődött a szüret, a korai szőlőfajtákat már szedik a borászok. Bár a középérésű fajtákat még nem szüretelik, jó minőségűnek ígérkezik az idei termés. Radó István pécsi borász elmondta, hogy ha továbbra is marad a nyárias száraz idő, akkor valóban jó termésre lehet számítani. Ha azonban esős időjárás érkezik, az a szőlőnek nem lesz kedvező. Már javában zajlik a szüreti időszak, így a borászok már elkezdhették a borok készítését is. Egy pécsi pincészetben a korai fajtákat már elkezdték szedni, amelyből már egy adag a pincében forr. A középérésű fajtákat azonban, mint a zöld veltelini és a chardonnay, majd csak egy hét múlva kezdhetik szüretelni. Ami még fönt van, szőlő, az ilyenkor még talán érdemes, hogyha eddig nem sikerült, akkor lelevelezni, hogy szellőzzön, tehát a szél átfújja, pláne ezután a nagyon-nagyon sok eső után, ami eddig leesett, meg ugye most nem régen esett le, tehát nagyon fontos, hogy ne kezdjen el rothadni a szőlő, mert ilyenkor aztán már nagyon nehéz megállítani. Most ezek a teendők a szőlőkertekben: levelezni, kiszabadítani a fürtöket és kitenni a napra, hogy a szél is érje. A korai érésű fajták jó minőségűnek mondhatók, annak ellenére, hogy már korábban látszódott, hogy ez az év nem lesz egy csúcsév, mondja a pécsi borász. Ugyanis a sok nyári esőzés nem kedvezett a szőlőnek. A késői fajtákból azonban még magas minőségű borok is készülhetnek. Ezt folyamatos ellenőrzésekkel és mérésekkel követik nyomon. Laboratóriumban vizsgálják meg a cukor és a sav tartalmat. Hogyha ez a kettő eléri azt a szintet, amikor hát arra a fajtára jellemzően le kell szedni, akkor szedjük le. Tehát a kóstolás is, mondjuk úgy, aki már mit tudom én hosszú évtizedeken keresztül kóstolgatta, talán meg tudja mondani, hogy most az ő szája íze szerint az jó, de a biztos az a labor. A laboratóriumi eljárás pedig nem kerül nagy pénzösszegekbe, és érdemes belefektetni, mert így bizonyosodhatunk meg a szőlő minőségéről. Azokból a szőlőszemekből is lehet félédes vagy édes borokat készíteni, amelyek kissé túlérettek, tette hozzá a borász. Egyre népszerűbbek a banki ügyfelek között a készpénzbefizetésre alkalmas bankautomaták, írja az MTI. A szolgáltatással a pénzintézetek nyitvatartási idejétől függetlenül gyorsan és egyszerűen tehetik pénzüket számlájukra kártyájuk segítségével az ügyfelek. A befizetéshez nem szükséges semmilyen nyomtatványt kitölteni, az összeg pedig azonnal rendelkezésre áll a folyószámlán. A nagy fiókhálózattal rendelkező pénzintézetek közül az Erste, az OTP és a KNTH Bank is jelentős fejlesztéseket hajt végre ezen a területen. Mély garázsba rejtőzött el egy körözött fiú vasárnap Pécsen, írja a polisz.hu. A pécsi rendőrkapitányság körzeti megbízottja vette észre a Rákóczi úton, hogy a gyanúsított a robogójával közlekedik, akiről tudta, hogy körözés alatt áll. A körözött személy a felé tartó egyenruhás rendőrt meglátva bemenekült egy mély garázsba. Az erősítésként a helyszínre érkező rendőrök a mély garázs valamennyi kijáratát lezárták, majd annak átkutatásakor elfogták az egyik gépkocsi mögött elrejtőző 17 éves pécsi lakost, aki ellen a javítóintézetbe történő visszaszállítása érdekében a zalaegerszegi törvényszék büntetés végrehajtási csoportja elfogató parancsot adott ki.
Tudta inspirálni diákjait, és nagyon pozitív energiákat szabadított fel. Többek között így is jellemezték pályatársai az augusztus 13-án elhunyt Bencsik Istvánt. A Kossuth Díjas szobrászt, a Pécsi Tudományegyetem művészeti karának oktatóját kedden kísérték utolsó útjára a pécsi köztemetőben. Bencsik István 85 éves volt. Filozófiát teremtett a test utánozhatatlan csodáinak, és mikroszkopikus mélységgel rögzítette egész életében a hatását. Behatolta a tanítás szentélyébe is, és generációk szemeit nyitogatta, élesítette a fiatalok látását. Remek fiakat vagy örökségül a magyar kultúrára, harcos őrzőket, a magyar sajtó viszontagságos hasztát. Nélkülözhetetlen tartó pillére lesz a Magyar Művészeti Akadémia jövőjének, hogy együtt érhessék utol a késedelmes magyar történelmet. Együtt vív küzdelmet a szellemi és a testi létért, melyben a test úgy lesz szerencsére vesztes, hogy a művek viszont átlépnek a halhatatlanságba. Szerdától tovább csökken az üzemanyagok ára, a benzin és a gázolaj is 5-5 forinttal fog kevesebbe kerülni, így a benzin literenkénti átlagára 330 forint lesz, a gázolaj pedig 332 forint. Az autósok egyes kutak között 15-30 forintos eltérést is tapasztalhatnak. 25 teli tolltartót kaptak a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola és Óvoda 3.-4. osztályos tanulói a jótékonysági világnaphoz kötődően. A tolltartókat nyári táborukban varták a nagycsaládosok, a gyerekek hímezték és ők is töltötték meg írószerekkel. A Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesületének tagjaitól nem idegen a jótékonykodás. Cipős doboz akciót szerveztek és többször segítettek már a hátrányos helyzetű családoknak. Nagyon nagy volt a fogadókészség, mondták, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, tehát nagyon jó lenne ez. Végig beszéltük, és akkor azt gondoltuk, hogy egy ilyen cipzáras tolltartót varnak szülők, gyerekek kidíszítik, kihímzik őket, és megpróbáljuk elérni, hogy a gyerekeink lemondjanak saját irodaszereikről, vagy annak egy részéről, és ezekkel a tolltartókat megtöltsük. 100-nál is több hangverseny zsúfolt be a most induló évadba a Pannon Filharmonikusok, ismert vendégelőadókkal, Bartók legnépszerűbb műveivel és 56-os koncertsorozattal is készülnek, ezen kívül külföldi nagyvárosokban is koncertturnéznak majd. Vaskos kiadványban sorolja fel a most kezdődő új évad komoly zenei kínálatát a Pannon Filharmonikusok. Több mint 100 hangversennyel várja közönségét a pécsi zenekar, de nem csak itthon lépnek színpadra. Nem sok zenekar mondhatja magáról Európában, Magyarországon meg pláne nem, hogy egy hét leforgás alatt három fővárosban koncertet, Ljubljánában, Zágrában és Sarajevóban, sőt, Belgrádban, négyben tévedtem. Ezzel tovább viszik Pécs hírnevét a kontinensen, emelte ki Páva Zsolt az évadnyitó sajtótájékoztatón. Ez azért is jó, mert a városnak már 2010-ben megfogalmazott vágya volt, hogy a régió kulturális központja lehessen, mondta a városvezető. De a vendégszereplések mellett az együttes a Kodály központban is hallható lesz, és külföldi előadókat is várnak. Nagy nevek jönnek, hangzott el kedden. A világhírű művészek sokaságát hívtuk. A teljesség igénye nélkül velünk lesz Gerard Korsen, egy kiváló, fantasztikus, német nyelvterületén élő, eredendően dél-afrikai származású karmester, de újra itt lesz Gilbert Varga, aki valóban Európa hangversenyteremének az ünnepelt sztárja, vagy Olari Elz észszármazású karmester, akit már ismerhet a pécsi közönség. Csütörtökön lesz az évadnyitó koncert, amire azonnal két produkcióval is készülnek. Bartók Béla csodálatos mandarinjával kezdjük a hangversenyt, majd a szünet után pedig a 20. századtán egyik legemblematikusabb egyfelvonásos operáját, Stravinszkinek az Oedipus Rex című művét adjuk elő. Egy neoklasszikus opera, Pécset tudomásunk szerint évtizedek óta nem hangzott el. Komoly zenei koncertek gyerekeknek, Bartók ötpróba néven zenei ismertető program, és az 1956-os forradalom tiszteletére egy koncertsorozat is kiegészíti a Pannon Filharmonikusok idei évadát.
Alapításának 20 éves évfordulóját ünnepli a Janus Egyetemi Színház. A jubileum alkalmából bemutatókkal, kiállítással, könyvvel készül a társulat ebben az évadban, de részt vesznek a 10. Nemzetközi Egyetemi Színházi Fesztiválon is, valamint bekapcsolódnak a Pécsi Tudományegyetem 650 éves évfordulójának eseménysorozatába is. Új bemutatókra készülünk, már az első próba folyamata el is kezdődött, ez a Kőműves Kelemen lesz, és Kányádi Szilárd rendezi. Ezen túl pedig októberben tervezzük, hogy kijön a Yes 20 című kötet, ami a 20 éves színházunk helyzetét, 20 évét próbálja írásban megmutatni. Csinálunk egy fotokiállítást Inhof Laci próbákról készült képeiből, és november 3-ától 6-ig pedig a 10. Nemzetközi Egyetemi Fesztivált fogjuk megrendezni, 7 külföldi és 3 magyar együttessel, természetesen benne a Janus Egyetemi Színház is. Nem nyitnak meg további szektorokat a Ferencváros szurkolóinak Pécsen, olvasható a Szurkolók Személyiségi Jogok Nélkül Facebook oldalán. Mint ismeretes, a Ferencváros szurkolóinak egy része bojkottálja az első csapat mérkőzéseit, elsősorban a vénaszkenneres beléptetés, illetve a klub vezetéssel szembeni ellentéte miatt. Azonban az MB3-as, így a Pécs elleni idegenbeli mérkőzés iránt is nagy az érdeklődés. Az első körben kapott jegyek mind elfogytak, így újabb belépőket igényeltek a fradisták a pécsi vezetőktől, de hiába a nagy érdeklődés, nem nyitnak meg több szektort a Ferencváros szurkolóinak a pécsi klub vezetők döntése alapján. Tolna és Somogy megye híreivel folytatjuk. Zsákfalu lehet Mucsiból, és ellehetetlenülhetnek az itt élők, amennyiben a závoddal összekötő rossz állapotban lévő útszakasz felújításához nem kapnak állami segítséget. A közút nem veszi át az útszakasz kezelését, ezért a két polgármester a Fejlesztési Minisztériumtól várja a megoldást. Inotai Lajos 36 éve él Mucsiban, 8 évig volt a falu gondnoka. Azt mondja, ha a Závodi és a Mucsi önkormányzat tulajdonába levő, a két települést összekötő külterületi útszakasz megszűnik, több 10 kilométert kell kerülniük a helyieknek, hogy például az iskolába vagy az óvodába eljussanak Teverre. Ez ellehetetleníteni az itt élőket. Ez a probléma évtizedek óta szinte, amióta az út elkészült. A 8 év alatt többször pucoltuk ki az árkot az önkormányzat költségén, de hát ez a mindenféle eső, zivatarok, záporok, ezek a sárt produkálják, és itt szinte járhatatlan az út. Ezt mutatja László Attila, Závod polgármestere is. Lassan az autó oldalszélvédőjéből elérhetővé válik a termőföld. Június 12-én olyan sok eső esett le hirtelen, hogy viszmajor esemény alakult ki a szakasz Závodi oldalának több pontján. A vízzel vezető árkok megteltek termőfölddel, az útburkolaton 25-45 cm magasságban állt az iszap, fejtette ki László Attila képeket mutatva az akkori állapotról. Az önkormányzat a hordalékot az úttestről eltakarítatta, a helyreállításra pedig kérelmet adott be a viszmajor alapba, ám azt elutasították az illetékes szervek. Önkormányzatoknak nincsen keretük ilyen mértékű beruházás megvalósítására önerőbe, és önerő hiány gyakorlatilag nem tudjuk sem a helyreállítás, sem pedig az útburkolat javítását finanszírozni. Tehát ha állami segítség nem társul az önkormányzat szándékához, akkor ez az állapot csak rosszabbodni fog. Mucsi polgármestere azt mondja, minden megoldódna, ha a Magyar Közút átvenni az út fenntartását, ezért is fordultak a közút Tolna megyei igazgatóságához. Itt megkaptuk a szükséges információkat, hogy tulajdonképpen ők nem igazán szeretnék bővíteni a kezelésükben álló hálózatot, közúthálózatot, de a döntés nem önálluk van, hanem a minisztériumban. A két önkormányzat saját költségén próbálja rendbehozni a 3 kilométer hosszúságú külterületi útszakaszt, mivel jelenleg ők a fenntartók, de a pénzük elfogyott. A Magyar Közúthoz fordultak segítséget, de nem kívánják bővíteni a kezelendő, illetve a meglévő úthálózatait. Ezt közölték televíziónk megkeresésére is. Ezért a két polgármester a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól várja a megoldást. Az út teljes felújításához 200 millió forintra lenne szükség.
Már az általános iskolákban fel kell hívni a gyerekek figyelmét az egészségügyi szakma fontosságára és lehetőségeire, azért, hogy a jövőben több fiatal válassza ezt a pályát, fogalmazott dr. Betlehem József dékán, a Pécsi Tudomány Egyetem kihelyezett egészségtudományi karának ünnepélyes tanévnyitóján. Ebben a tanévben 164 első éves kezdi meg tanulmányait a Kaposvári Intézményben. Az orvosi laboratóriumi képalkotó diagnosztikai analitika szakra számomra ez állt legközelebb, mindenképp az egészségtudományba szerettem volna elhelyezkedni. Nem csak ez a képzés népszerű Kaposváron, sok fiatal védőnőnek tanulna itt. Van, aki szakirányú középiskolából érkezett a Pécsi Tudományegyetem kihelyezett egészségtudományi karára. Csecsemő és kisgyermekápolónak tanultam, de egy egészséges csecsemővel foglalkoznék inkább, és a gyerekek iránti szeretetet így lehet legkönnyebben átadni. Elhivatottság és emberközpontúság a két legalapvetőbb tulajdonság, amivel az egészségügyi dolgozónak rendelkeznie kell, vallják az első éves hallgatók. Emellett a tudást is el kell sajátítani ahhoz, hogy jó szakemberekké váljanak, mondta Betlehem József, a kar dékánja, a hétfői tanévnyitón. Kaposvári Képzési Központban 164 hallgató nyert felvételt. Ez azt jelenti, hogy az egészségtudományi karra nagyjából olyan 1000 fölötti létszám, tehát ennek arányában itt is kezdik meg a tanulmányaikat az orvosdiagnosztikai laboratórium analitikus és a képalkotó szakon, illetve természetesen a védőnőképzésben. Egyre népszerűbb az egészségtudományi kar, vallja a kaposvári dékán. Betlehem József szerint a biztos munkalehetőség és a megemelt bérek is ösztönzik a fiatalokat, hogy ebben az irányban folytassák tanulmányaikat. A felvi.hu adatai szerint a 2016. szeptemberében induló orvos és egészségtudományi képzéseket országosan több mint 8000-en kezdik meg. Jelenleg közel 230 tartósan, vagyis legalább fél éve betöltetlen fogorvosi körzet van Magyarországon. A legnehezebb helyzetben Bács-Kiskun és Békés-megye van. Somogyban 8 olyan terület található, ahol már hosszabb ideje nincsen fogorvos. A megoldást, ahogy a házi orvosok esetében is, a letelepedési és a praxis vásárlási jog támogatásában látják a szakemberek. Átlag korosztálya a házi orvosok között itt a környéken 60 év fölött van jóval. A kieső doktoroknak a pótlása nem nagyon megoldott. Én most helyettesítek már fél éve egy elhunyt kollégának a körzetét. A nyári szabadságolások miatt pedig így a eddigi két körzet 3-4-re is emelkedik, amit el kell látni hetekig. Mint ahogyan arról augusztusban beszámoltunk, egyre nagyobb gondot jelent a kevés háziorvos. Somogyban jelenleg mintegy 20 tartósan betöltetlen háziorvosi praxist regisztrált az Országos Alapellátási Intézet. A szakember hiány már a körzeti fogászatban is megjelent. Herman Péter, a Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának elnöke elmondta, előregedett a szakma és nincs elég utánpótlás, a fiatalok közül pedig sokan külföldre mennek, vagy a magánszférában helyezkednek el. Vannak, akik visszaadják a szerződést, vannak, akik pedig nyugdíjba menetel után egész egyszerűen nem tudják eladni és továbbadni a praxisukat, mert nem találnak olyan fiatalt, aki a helyükbe lépne, és vállalna ezekkel a feltételekkel a szerződéskötést. Az Országos Alapellátási Intézet adatai szerint különösen nehéz helyzetben van Bács-Kiskun megye, ahol 23, Békés megye, ahol 21, és Heves megye, ahol 17 tartósan betöltetlen fogorvosi körzetet tartanak számon. Somogyban jelenleg 9 körzetbe várnak fogorvost. Az általunk megkérdezett szakember szerint az alacsony bér és a sok kiadás nem túl vonzó a fiatal fogorvosok számára, ahogy az államtól kapott havi juttatás sem. Országosan átlagban egy olyan 800 000 forint, és ebből kell neki kigazdálkodnia a saját fizetését járulékokkal, az asszisztensnő bérét járulékokkal, annak az ingatlannak, amiben dolgozik, a rezsiköltségeit,
és ebből kell anyagot is vásárolni. És ez az, ami ebből nem jön ki, és nem teszi vonzóvá a fiatalok számára. Herman Péter szerint a megoldást, ahogy a házi orvosoknál is, a letelepedési és a praxis vásárlási támogatás jelentené. Ha a Törökország és az Európai Unió közötti megállapodást nem tartják be, akkor a tavainál nagyobb migrációs hullám is elérheti hazánkat a tél beállta előtt, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szombaton Tolnán a Fidesz választókerületi családi napján. Csak tavaly 104 országból 400 ezer migráns lépett az Európai Unió területére a magyar határon keresztül, közülük 130 ezeren nyújtottak be menedékkérelmet. A kerítés megépítése óta már csak 26 ezeren, mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója Tolnán. Jelenleg a román-szerb-magyar hármas határnál van több dolguk a rendőröknek, mint korábban. Szerbiából Romániának átmennek azért, hogy megkerülhessék a kerítés véget, és utána újra Magyarországon keresztül folytathassák az útjukat. Ebben a román határőrzeti szervekkel is intenzív és rendszeres munkakapcsolatban vagyunk. Rendszeres az információcsere, hatékony a román határőrség, és azok, akik pedig átjutnak Magyarországra, őket elfogja a magyar rendőrség, hiszen megfelelő erőkkel vagyunk a térségben, és visszaadjuk őket Romániának. Jelenleg a görög szigetek telítettek illegális bevándorlókkal, ez pedig tovább fokozhatja a nyomást a szerb-magyar határon. Ha a Törökország és az Európai Unió közötti megállapodást nem tartják be, akkor a tavainál is nagyobb migrációs hullám érkezhet a magyar határra, ezért a szerbiai szakaszon megerősítik a kerítést, és 3000 rendőrt vesznek fel, akik a határon szolgálnak majd. Bakondi György az október 2-ai népszavazással kapcsolatban kiemelte, hogy elsőként a kontinensen a magyarok nyilváníthatnak véleményt a migrációs helyzet európai kezeléséről. Megmondhatják, szeretnének együtt élni a brüsszeli központból ideirányított, ismeretlen célokkal érkező nagyszámú migránssal, szeretnék-e integrálásuk költségeit finanszírozni. Horváth István országgyűlési képviselő szerint a népszavazás nem pártpolitikai, hanem nemzeti ügy. Arra vonatkozom, hogy minél tisztában lássunk és megfelelő válaszokat adjunk a felmerülő problémás kérdésekre. Próbálok én a választókerületemben ehhez megfelelő információs lehetőségeket, csatornákat adni a tisztelt választópolgároknak. Horváth István országgyűlési képviselő szeptember 13-ára Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt hívta Szekszárdra előadást tartani a témában. A régió hírei után a legfontosabbak következnek még egyszer röviden. Tiltakoznak a bírák, szakmai döntést akarnak, átalakítaná a kormány a közigazgatási bíráskodást. Jó minőségű borok készülhetnek az idei termésből, megkezdték a szüretet a borászok. Több mint 100 koncert az új évadban, külföldre is megy a Pannonfilharmonikusok. Jubilál a Janus Egyetemi Színház, bemutatókkal, kiállítással, könyvben ünnepel a 20 éves társulat. Szerdán már sok napsütésre számíthatunk, inkább csak a Dunántúlon lehetnek kisebb felhők az égen, jelentéktelen csapadék legfeljebb délnyugaton alakulhat ki, néhol élénk lesz a keleti, észak-keleti szél, melegszik az idő, délután már 26-31 fokra van kilátás. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, viszontlátásra!